De jó. Csak nem tudom beváltani az Enterprise-eket, mert nincsenek meg az izék. Faszom. Az a baj, hogy az izét tudnám csak. Ha kilép, akkor is 150-et kaptam legutóbb. Amúgy Máté. Vagy 130-140 körül. Ja, aha, akkor valószínűleg attól is függ, hogy milyen a csapata, meg ilyenek a... Akkor lehet, lehet. Jó, hát én csak most egy meccs alapján mondom ezt, Máté. Többi nem emlékszem. Attól függ, mikor... Aha. Hát mondjuk az szar lenne, igen. Armstrong. Machu Picchu. Pancho Iro. Mark Williams és Worthy. Az a... Rookie team és a nagy öregek. Nem tudom mi a neve, azért Machu Picchut mondtam. Easy. Hát, én ezt nem mondanám soha, hogy easy. Jézusom, de undorító volt ez most. Hát ez ilyen keringőt, keringőt, az angol keringőt. Kipróbáltattuk. Az öreg Mark kollégával, ugye? Ja. Ja. Az a baj, így nem lesz easy, tudod, hogyha ilyenek vannak, tudod, nem enyém a lepattanó, mint enyém kéne legyen meg ilyesmi. Nem jön, a, nem jön az elzárás. Angol Keringő, köszönöm szépen, ez zseni volt. Ez milyen spirál volt, én sem tudom, Bobby. Ez volt a Donovan féle Cavalier spirál. Cavs spirál, ugye? Lefajtól, már megnyomtam három lépéssel a paszt. Kétkezes csavarós, azaz. Jó, jó. Ez sok, sok minden lehet. Hoppa, Steelmester itt van. Velünk van Steelmester be. Csak bement. Bolból a festék ura. Nem véletlen dolgozik egyébként egy festéküzletben. A festék ura, ugye? Ne ugor még egyet, légy szíves, kösz. Kösz. Fogjuk már meg? Sövi. Hát föllökött a gyerek, miközben már nálam volt a labda, és övé a labda. Hát, komolyan mondom ezek, én nem értem ezeket a dolgokat. Hát, tényleg nem. Nem tudom felfogni. Falt. Zónázik, figyelj a hármasra. Ja, hogy dobjak hármast? Jó. Engem csak az zavar, hogy ez a labda már rég az enyém volt, tudod? Rég. Jaj, nem szoktam felismerni, hogy ki zónázik ki, nem, de tényleg zónázik, látom. És fajtól. Zónázik és fajtól folyamatosan. Amúgy kéne hozni Carmelóikat, mert ővelük biztos kézzel dobom a triplát. Az mondjuk egy flagrantnek azért beillett volna, nem? Azért az egy flagrantnek zsimán becsapódott volna. Hát az vitte a labdát és a gyereket együtt. Micsoda cselek. Ja. De megint, hallod, ez mi? Minden labda az övé, baszki. Igen, ezt el kellett volna intéznem gyorsan amúgy. Bazd meg! Cső, Norci, szia! Nem tudok most zenét rakni, hiába kértél.
online játék közben ez lehetetlen. Be nem érünk oda már. Semmi. Ott volt a tripla, tudom. Nem akar semmi, nem. Semmi nem működik megint. Gyerünk egy időt, hozzuk be a killer squadot. Nem, egyszerűen nem, tehát papíron jobb vagyok, mint a srác, de amúgy gameplaybe meg nem tudok túlendülni a scripten, ami megint rám ült amúgy. Ami megint ránk ült. Elvileg igen. Hát ha nincs meg, akkor nem. De amúgy igen. Igen, mert a Lakers meccsre fel akarok kelni majd kedről szerdára. Úgyhogy kéne alukálni párat addig. Ja, JR, aha. Ja, hát én nem adtam el, most mindegy. Tudom, hogy lehetett volna vele nyerni, ha eladom időbe ezeket, de mindegy, srácok. Ők az enyém, meg badge-eltem már őket. Nézd, hiába a zónázik, vagy nem tudom, mit csinál, amúgy nem tudok triplát dobni. Elnézést mégis. Mi ez a pálya, amúgy fából van, vagy mi? Hogy néz ki? Fura. A blokk. Úristen. De rombazd meg, de miért? De miért nem dobja be? Ez egy sima layup. Azt a kurva. Ez nem az előző gyerek azért, az bedobált az ilyeneket. Jó. Lakers pálya. Igen, látom amúgy, hogy van régi Lakers pálya, de ez nem füstös. Ezer éves Staples Center, ugye? Miért nem tripla? Miért nem miért? Srácok, van valami beállítás, hogy ott maradjon a triplán a retkes játékosom? Hülye bazzák, hát nem jó. De miért nem fogja meg? Hallod, nem fogja meg! Hát Máté, küzdök az elemekkel, baszki, hát ilyet mi nem is... Nézd meg! Hát küzdök küzdök az elemekkel, geci, de olyan szinte, olyan, mint hogyha ilyen, nem tudom, atmoszféra van a... Ja, hát megint vendégek vagyunk, ugye? Vagy ez az én pályám, az is lehet amúgy. Nem hiszem. Melyik kalapot? A haj kalapát? Kalapját? Ja, hogy dobni kellett volna, értem. Amivel nem hallom a játékot így. Nem mondjátok, hogy pittyek vagy ilyenek, mert én nem hallom. Jó Isten, majdnem egy csúszás volt nálam. Nagyot megy most a netem. Ja, BNX az kemény, bazd meg. Azt a kurva. Duracell, igen. Duracell elemekkel küzdök. Nagyon brutális. Milyen Morant amúgy, nem PD gondolom. Sima starter? Mondjuk nem számít, ha megcsinál mindent. Ja, sima starter, de nem számít, mondom srácokat most. Kit érdekel, milyen Morant, ha ugyanazt megcsinálja, mint a PD? Nem tudom megállítani meg semmit. Nekem nem megy be, nekem nem megy be ez. Alapvonal. Az egy steal. Keresztül megy. Ez az Máté, hogy elgeheted a kalapod, vagy bármi, de hogyha megváltozik a játékképe egyik pillanatra a másikra, akkor nem tudsz mit csinálni.
meg nem megy be a fullos tripla, tudod, meg ilyenek, tehát ezzel nehéz mit csinálni amúgy. Mondjuk JR az nagyon ments. Mit csinál JR Smith? Meg kell valaki kérdezni meg tőle, mert amit szed, azt én is szednék amúgy nagyon szívesen. Szar a JR, mi, srácok? Szar a JR, nagyon szar. Szar a Carmelo is, szar a Carmelo! Megérkezett a killer squad. Lezárjuk az alapvonalat. Megint az a vége. Ezeket szeretem, ezeket a lepattanókat amúgy. Blocking faultra miért dob büntetőt? Blocking faultra miért dob büntetőt? Blocking faultra miért dob büntetőt? Haló? Blocking faultra miért kapott büntetőt? Nem shooting fault volt, haló? Vált szabályokat kéne értelmezni szerintem. Ezt elbasztuk, nagyon jó. Szerintem megint oda tömörült az összes létező játékos. És megint ugyanaz. Rimrás és nem tudom megállítani. Ugrok, nem áll meg. Meg is sérült a JR fasza. Ennyi volt a JR Smith. Remek. Túl jól ment ugye JR-ra, az volt a baj valószínűleg. Közjáték. Közjáték. Egy negyede van fent JR-ra pályán. Egy negyede van fent JR-ra pályán. Tehát nem egész meccse játszott. Ellenfeleim két negyedet szoktak lejátszani sérülés nélkül. És a harmadikba cserélnek először. Megint ugrál ez a szar. És nincs több esgénk. Tehát, hogy nincs több esgénk. Úgyhogy Doncic is végigjátsza a meccset innentől. Tehát nincs több esgénk, mert Leonard SFPF. És Pippen is SFPF. Hozzuk vissza a kezdőket akkor. Tehát, hogy nincs több esgénk, tehát PG-ből tudok felhozni maximum. Csőtakovszki. Ez mennyire undorító amúgy, hogy lesérül a legjobb játékosom? Mennyin van a stamin? Hol van? Jaj. 84-es energyvel sérült le. 2K, te faszopó undorító köcsög. Mi ez? Jablonski, hi. Mi ez? Mi ez az injury? Nincsen. Mi ez az injury? What was this injury, man? Insane. My best man. Yeah. Nice. I don't know how. 84 energy. Itt van a srác, amúgy ez Jablonski, ez a srác. Az ellenfelünk. Megnéztem a nevét. Insane. Idiot 2K. Really idiot 2K. Ő ellene játszunk, srácok, éppen.
Hihetetlen, hogy már rég el kellett volna, hogy verjük. És JR nélkül kell, basszus, a legjobb játékosok 100%-kal dobott a sérülés előtt. Az, az egyetlen egy hibája van, amit kihagyott a sérülésekor, amikor lesérült. Bang. Nem hiszem el amúgy. Miért csinálja ezt a játék? Le fog még valaki sérülni? Múltkor volt, hogy két játékosom lesérült egy meccsen. Olyan is volt. Mi ez a fault? Halló? I need this match. Last points. Csak nem fogom hagyni. Last points to 6000. Aha. Persze, persze, really. Legjobban érzem a release-ét, bazd meg a JR-nak. És erre elbaszódik. Fogjuk már meg. Ja! Azt látta valaki, hogy milyen magasra ugrott? Ja, van Rookie of the Year, persze, meg ilyenek. Hihetetlen ez a meccs. És így elbaszni komolyan. És tényleg a JR bedobott 3x3 triplát, ha jól emlékszem. Értitek? Értitek, mi a bajom, hogy lesérült 84 energy-vel? Ez miért gond? Jó. Tehát mutatom. 11 pont JR 100%. Amit kihagyott, az a sérülésekor volt, amikor meg is sérült, mert megütötték. Érted? Faszom. Mi ez az injury? Injury? Fucking injury? Fuck you injury? Miért? És tudjátok mi a vicces, hogy meccs után már nem sérült. Tehát hiába out, meccs után nem kell injury cardot tennem rá. Sose kellett még. Idén. Nem volt injury card használatom. Equalizer kek? Az igen, nice. Ha. Ok. Hát ez beszopatott. Beszopat. Luka Magic. Kivártuk, amíg nagymama lefőzte a kávét, aztán csak bement. Ja! Igen, yes. Megint egy jó, mindegy, meg lesz a pontunk. Nem érdekel, érted? Megint egyik egy szoros meccset, meg lesz a pontunk úgyis. Bó, sosem elég. Equalizer kek, hát igen. Most is az van, persze. Hozzáhúzta a játékosim. Nem, amúgy nem, ha itt lett volna JR, akkor ezt a gyereket szarrá verem 30 ponttal. Láttátok, hogy mit mentem JR-ral? 100%. Aha. Luka már nem tud járni, azt nincs cseréje, nincs backup végénk. Vagy esgénk egyáltalán. Jó beszoptuk, mert meg fog még valaki sérülni. Haló. Megint csak haló. Fogjuk már meg ezt. De nem tudom sérülni pihentetni Lukát, mert nincs ki játszon helyette.
A Mitchell tudná ilyet játszani, neki meg PG-t játszik. És Luka levérekezi, de befújják a kamufaltat rá. Szegény Doncsics mindent jól csinál, ráadásul az életét teszi a csapatért. Igen. Hát a lesérülök, érdekes lesz, igen. Deron Williams tud még ugye a helyén játszani, de ő szintén izét játszik PG-t. Van egy Gold Grahamünk, srácok, PG-be. Őt behozzuk, nem tudunk mit csinálni. Van egy Gold Grahamünk, jó lesz az. Az a baj, hogy a Leonard meg mindenki csak SFPF-et tud játszani, senki nem tud SG-t. Majd át kell szalakítani kicsit. Nem tudok oda menni a bal felső sorokba, igen. Deroner, hát igen, az angol fiútban kellett volna hagyni, ugye? Igen, csak akkor nem úgy cserél, ahogy te akarsz, Máté. Amikor cserélsz, akkor nem az öt embert viszi fel, akit te akarsz, hogyha nem goldok vannak ott. Amúgy ő van hazai pályán, nem én. Ez jó szoros meccs amúgy. Már úgy nem lett volna az nyilván, hogyha nem mindegy. Hát akkor nyomod Graham. Na Deron. Kapja a labdát Deron Williams. Igen, nem volt fal, de meg mi ez? Te hallod? Levegőben agyon lökik a gyereket. Lehet, hogy PF-be kéne használni melót. Ez is lét volt, srácok. Milyen gyors dobás volt ez. Elbasztam. Az a baj, hogy így nem kapja meg a boost a JR-tól, bár nem olyan sok az. Érdekes, mert a paszt megnyomtam egy ütemmel előbb, mint ahogy megtörtént. Open. Az a baj, hogy a boost nélkül nem dobja annyira meló, úgy látszik a dolgokat. És nem tudok kosarakat dobni így. Hallod? A játék várt! Elugratom, megnyomom rögtön a dobást és vár addig, amíg észhez tér az ellenfelem. Lehúzom az időket, azt még nem próbáltam amúgy. Ez nem hülyeség egyébként. Ez nagyon okos, Máté. Miért nem jutott az eszembe? Nyomod Graham. Hát van más lehetőségünk, srácok. Nyomod Graham. Nyomod Aldridge. Graham assist. Hagyjál békén. Graham assist és rebound. Menjél már. Mit tol a Gold Graham, srácok? Ezt miért nem blokkoltuk? Csak azt kérdezem. Jobb, mint Deron, bazd meg Graham. Lehet triplát is tudnám. Ja, vége. Ja, nem figyeltem meg. Nem hallom a kurva időt. Faszom. Igen, igazad van, már te így fogjuk csinálni. Mit kéne variálni a csapaton már? Hozzuk a kezdőket egyszer most. Ja, Mitchell kipihente magát, jó? Ja,
Ezeknek normál esetben be kéne menniük, és mindig bemennek. De most? Valahogy nem, bazd meg. Olyanokat izél, odaér bazd meg a semmire még. De hallod? Ja, értem én. De, ember, mi történik? Nem tudok kosabát szerezni. Jó. Háj, feladom. Buzi Zseblovszki, baszódjál meg. Baszódj meg, köcsök fasz. Nem hagyod bazd meg, hogy megcsináljam, amit szeretnék. Mert neked kurvára fontos ez. Le kell csalni bazd meg egy sérülést. Tényleg? Luka Magic. Gyerek egy nyomoréket, Pierce dobál meg ilyenek. Ezt itt írogat a chatre, hagyjuk már. Nézd meg. Starter Zsamoránttal bazd meg úgy fut, mint a PD Zsamoránttal, érted? Meg ilyenek. Lesérül legjobb játékosom, aki boostolta a második legjobbat. Igen. Ez kurva fel. Mi? Ez egy irányított passz volt, megnyomtam a izét és a B-t, hogy a B-s embernek adja. Haver, stop cheating, please. De komolyan, stop cheating. Mert ez már kezd undorító lenni, fiam. Nem tudok semmit csinálni. Nem tudok semmit csinálni. Egyszerűen nem tudok semmit csinálni. Nincsenek lehetőségeim. Ez mindig lezár. Olyan, mint hogyha hirtelen azért bekapcsolt volna egy olai segítséget. A balfasz gyerek, érted? Nem fogok. Látszik, hogy nem tudom megnyerni egyszerűen. Jobban játszok, de számított valaha. FIFA-ban számít, hogy jobban játszol, nem? Azt számít, hogy kinek segít a szaros gép, az meg. Faszkival, lesírul legjobb játékosom, agyonverem a gyereket, és akkor egyszer csak elkezd lockdown védekezni. Elkezd lockdown védekezni, úgyhogy nem is tud, azt se tudja, mit csinál. Azt se tudja, mit csinál a pali, bazd meg. Beír a chatre, hülye fasz. Baszódjon ketté. Teljesen hülyeség, minek sérül le valaki? Neki is sérüljön le valaki. Érted? Most elmegy rajta a pontom, az biztos, hogy a gyereket az életből is bannolom, ha nem lesz meg a pontom emiatt. Hallod? Tökéletes eljúp, és nem kapja el a labdát. Ezek mik? Miért nem kapta el? Miért nem tudta megfogni az eljúpot? Ott volt az üres izé palánk. Ő meg csak dobja a kosarakat egymás után. Feladtam, mindegy, lesz amennyi pont lesz, nincs értelme erősködni ezen. Bazen végét becsalta a gyereknek a gép, fullosan. Itt írogatja a GG, de úgy le fogom bannolni, mint a szar, bazd meg. Sőt, most bannolja le valaki, ne is tudjon írni, légy szíves. Nem szeretném látni a gyirogat. Mehet a ban rá most azonnal. Nem, és megint nem nyomtam. Pumpfék, bazd meg, ismered a pumpféket, geci? Pumpfék? Haló? Cheater, fos, csaló, geci, undritó.
Van jelen valaki, mert beír a csetre, bazd meg, szétüzek valamit komolyan. Undorító. Szaros, csaló, fos. Nem tudok semmit bedobni, az utolsó 5 percben nekem semmi nem megy be. Semmi nem megy be az utolsó 5 percben nekem, neki meg minden. Ez hogy? Hagyjuk már. Faszopó geci, bazd meg. Undorító köcsög. Végre. Hallod, bement volna az összes ilyenem, ugyanígy, mert nem lenne gond. Nézd meg, minden bemegy neki, hátrafele, izé hajlított kézzel, bazd meg. Hogyan tudják kiküszöbölni? Hallgass meg Ty-nak a izéjait, a versenyeit, sehogy nem tudják kiküszöbölni. Nekik is ugyanígy működik. Hallgass meg Dájt, hogy miket szokott mondani a játékról idén. Hallgass meg. Hallgass meg, hogy mit mond. Sehogy. Egálnál bekapok egy kettest, igen. És több idő kére sem elbasztam akkor. BOOM! BOOM! BITCH! BOOM! 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 Mi van? BOOM! Kom be Zemlowski! Geci! Kom be Szovki! Ott vagyunk! Szovki! Pohóc! Mi van, Pohóc? GG. But the injury was not fair. Injury was not fair. Mit is mondtam Máté Danove Michelre? Nem hiszem el, hogy sikerül. Klácsba. JR, de kellett volna. Azt vágjátok, hogy még így is JR volt a legeredményesebb játékosom? GG Zsebloszki. Azt vágjátok, hogy a sérült JR volt a legjobb játékosom? Csak képzeljétek el, mi lett volna, ha ő tovább játszik. Mert hogy ma annyira ráéreztem a release-ére, hogy mindenbe megy előző meccs 100%. Itt is csak azért nem 100%, mert megsérült az utolsó dobásban. JR! Játszott volna még 5 percet, dob vagy 30 pontot. Megsérült, baszki, a JR ásd, én volna a második negyed közepén. Hát mi? És a végén melóra akartam játszani. De azt mondtam, hogy ott van a Mitchell, meg tudja csinálni. Persze, hogy van input lagja. Nagyon idegesítő, főleg a büntetőnél. A büntetőnél nagyon rossz a mugiriszta. Ja, mi? Nice, Jimmy. Jézusom. Azt vissza lehet nézni, azt hiszem. Jól tudom.
Jézusom! Ó, most van ki a tájvideó, értem. Szegény, pedig levérekezte szerintem. Hát mondjuk nem állt elég közel. Nem, nem vérekezte le, ez full open dobás. Nem, ez full open dobás volt. Nem wide open, de ezt a játék általában opennek veszi. Mikor felugrott, már mindegy volt. Hol sérült meg a J.R. Smith? Itt. Ja, ezután. Ja, azt a sérülés nem lesz benne. McAdoo free throw. Vaja, JR. A sérülés nincs itt? Mert ez nem ment be az a dobásja, azért nem lesz itt a sérülés. JR Carmelo ez játék. 30-valány százalékban. Ja, láttad a kiírást? Ja, nem volt open akkor. Csak az ellenfeleimnek open az ilyen dobás amúgy. Azt egyébként azt ásdémon rak már össze, hogy az ellenfeleimnek miért open ugyanez a dobás, ami nekem ezek szerint 30. Ott a klipje, majd megnézem. A izét nem tudom visszanézni. Ja, sérülés megvan neked klipben? Nem tudom. Na mindegy. Igazából ezzel nyertünk, srácok, ezt látjátok? Tehát Carmelo, Carmelo Mitchell. Utolsó egy perc clutch time, ugye? Ja, meg Doncic, ez mi volt? Ja, Doncic, tényleg! Pff. Ez hány százalék volt? Na ez hány százalék volt, Getz? Ez hogy? Nem is szabadott volna ennek bemennie. Ez piros volt, és csak nem is green. Ja, ez a Doncicos? A izé, a Mitchell azt gondolom green volt. Hogy ment be? Jó, mondjuk azok után, amilyen kosarakat kaptam a gyerektől. Az csak véletlen bepattant. Tényleg? Amúgy tényleg? Aztán Carmelo. Hát az, igen. Na ezért, ha kéreztétek, amiket lesz videó róla, hogy miért jó a Carmelo Anthony. Ezért, nézzetek ide. Megkapja a labdát, nincs ideje Paul Pierce-nek odaugrani, mert olyan gyors a release-e, hogy azonnal eldobja, nézd. Hopp, és már el is ment a labda. Ez normál sebességben valahogy így néz ki. Hopp. Tehát iszonyat gyors a release-e. Iszonyat gyors a release-e. Aztán még egy. Júj. Hát... Tavalyi Luka, persze. Jézusom. Ez a meccs megint mi volt? Utolsó két meccsem, mert azt konkrétan fel lehet tenni úgy, ahogy van itt külön videóként. Akár vágatlanul. Ez brutál volt. Hú. Nem hiszem el. Meg vagyunk. Csak nem tudjuk használni még az Enterpiece-t. Vagyis hát ki tudok szedni egy izét? Ginobili, csak akkor az nem segít Davishez. Ja, hogy... Értem. Ott van. Valami 200 valami pontot kaptunk. Sripio. Mi ez a Sripio? Sripio nevű. Ezért értünk el. Nem is triplázok túl jól, csak 33%-kal triplázok. A score difference 1,17. Az úgy elég jól hangzik. Ez azt jelenti, hogy szoros meccseket tolok. És ki nem szoktam lépni. Nagyon ritka, hogy kilépek.